Hogyan készült? 73. rész. A hogyan készült mai adásában. Üveggyapott szigetelés. Bemutatjuk a fedősztorit. Fakacsák. Nem hápognak, de szépek. Rágógumi adagolók. Eláruljuk, hogyan jutunk a kis labdákhoz. És a kipufogó. A csendes közlekedés titka, de elsőként... Érintése a gyapjúhoz hasonlít, de amint a neve is mutatja, vékony üvegszálakból áll. Pont ezért hívják üveggyapottnak. Az üvegszálas szigetelés remek megoldás, hogy a meleget otthonainkban tartsuk. Az ilyen szigetelés legalább 35%-a újrahasznosított üvegből készül. A recept egyik eleme a sütet. Ez homokból, valamint egy kevés hamuból, mészkőből és más ásványi anyagokból áll. Az üvegtörmelék palackok és ablakok szilánkjaiból készül. Ez a másodlagos felhasználásuk. Az üvegtörmelék és a sütet alkatrészei egy futószalagra kerülnek, amely a kemencéhez szállítja őket. A szalag előre-hátra mozog, hogy egyenlően terítse el az alapanyagokat. A kemencében a hozzávalók megolvadva lecsorognak az alattuk hömpölygő folyékony anyagba. A folyékony üveg kikerül a kemencéből és az elvezető csatornákba kerül. A csatornákban a hőmérsékletet földgáz égőkkel tartják magasan, így az üveg nem szilárdul meg, hanem a csatornák alján lévő lyukakon keresztül folyik ki. A megolvadt üveg egy forgó tégelybe kerül. Ezt rostosítónak nevezik. A pörgés révén az üveg több ezer apró lyukon folyik keresztül. Ugyanennyi szöszös üvegrostot hozva létre. Gázzal és sűrített levegővel húzzák ki a szálakat, tovább vékonyítva őket. Az eljárás hasonlít a vattacukor készítéshez, és az üvegszálaknak hasonló a szerkezetük is. Szórófejekből rózsaszínű polimer ragasztót spriccelnek az anyagra. A rózsaszín és ragadós rostokat a henger alján gyűjtik össze. Egy újabb futószalag egy kemencébe szállítja a keveréket. Acéllapok tömörítik a 260 fokra felfűtött sütő felé haladó anyagot. A forró levegő hatására a ragasztó megköt. Amikor az üveggyapot elhagyja a kemencét, körfűrészek vágják csíkokra, melyeket sávoknak neveznek. A sávokat egy sor pálcika választja szét egymástól. Ezután egy tintasugár minden sávra a megfelelő R-kódot nyomtatja. Ez a jelölés a hőellenállás értékét mutatja, vagyis azt, milyen hatékony lesz a szigetelés, ha ezt az anyagot használjuk a házunkban. Egy széles acélpenge feldarabolja a sávokat, akkora darabokat készít, amelyek könnyen felhasználhatók a falaknál vagy a padláson. A feldarabolás után a futószalag felgyorsul, az üveggyapott táblákat a következő állomáshoz szállítja. Néhány táblát összegyűjtve egy mechanikus kar egy prés alá tolja az anyagot. A hidraulikus tömörítő összepréseli az üveggyapotot, akár egy tizedére csökkentve a vastagságát. A tömörítés elsősorban a szállítást könnyíti meg. Most egy újabb tolókar nyúl be oldalról és előre nyomja a tömörített táblákat egy tölcsérszerű vájúba. A vájú túlsó végére műanyag zsákot húznak.
A tolókar betuszkolja a szigetelő anyagot a zsákokba, majd az egész kezdődik újra. Egy futószalag a megtelt zsákokat viszi tovább, egy gép leforrasztja a zsákok száját. A gyártási folyamat ezzel lezárul, és nekünk sem kell már fáznunk. A vadászok évszázadokon át fakacsákkal csalogatták az élő példányokat lőtávolon belülre. Ők ma már legtöbbször olcsóbb műanyag változatokat használnak. A famadarak inkább otthoni dekorációs célokra szolgálnak. Most megnézzük, hogyan készülnek. Az üzemben tojókat, gácsérokat és nem meghatározható nemű példányokat is készítenek. Ezt a finoman kidolgozott hímmadarat a kanadai $1 érme ihlette. A gyárban sima fenyőt használnak fel, mivel könnyű faragni és szép az erezete. Elsőként egy gép 5 cm vastagságú deszkákat készít, majd a lapokat keresztben is elvágják. Egy kacsa teste 4-6 ilyen lapból készül. A madarak mérete változó, a 10 centis fiatal állatoktól a több mint fél méteres kanadai récéig. Most bőségesen bekenik a lapok felületét ragasztóval. Ez biztosítja a szilárd kötést. A lemezek később sem csúsznak el. A fát ezután egy satúba szorítják. A ragasztó mintegy 2 óra alatt köt meg. Ekkor megtisztítják a kicsordult ragasztótól, és lesimítják a felszínét. Amint ezzel megvannak, a testet egy esztergán futtatják át. A 3 pengével rendelkező vágólap 2 centimétert metsz le a majdani kacsa alsó és felső oldaláról. Mindegyik modell 3 minta alapján készül. Egy a tetejét, egy az alját, a harmadik a profilját határozza meg. Most a profilt rajzolják fel ceruzával a fára. Mivel most kismadár készül, egy blokkból 2 testet lehet kivágni. Egy szalagfűrésszel metszik ki a körbe rajzolt alakot. A hulladékfát gyújtósként és istálók almozásához használják fel. Most a másik minta segítségével megformázzák a madár felülnézetét. Ez a sablon csak a durva vonal vezetést jelöli ki, a részleteket kézzel kell kifaragni. A fát ezután egy pneumatikus csiszológéppel simítják le. Ez egy sűrített levegővel működő henger, külső felületén csiszoló papírral. Az élesebb ívekhez magasabb, a lágyabbakhoz alacsonyabb nyomást kell használni. A tollazat megformálásához ezt a csiszológépet vetik be. 3 hosszú hullámot készítenek. Egyet a felső részen, 2 a kacsa 2 oldalán. A fejet egy különálló darabból alakítják ki. Itt is csiszológépet használnak az ívekhez. Különböző szerszámok segítségével faragják ki a fej részleteit és a csőrt. Ezután készül el a nyak és az áll rész. A szemüreget is ekkor mélyítik ki. Ezután a nyakat ragasztóval kenik be és a törzshöz illesztik. Egy szögbelövővel a nyak 2 oldalán szöggel rögzítik a fejet. A szögek fejét fagittel takarják el. Amint megszárad, simára csiszolják. A kacsa csőrét narancssárga fafestékkel kenik be. A fej többi része és a nyak zöldes színárnyalatot kap. Az állat testére színtelen lakkot kennek, vagyis az eredeti szín és erezet fog látszani. A mellkasi részt sötétebb lakkal vonják be. A hosszú farktollak is sötétebb árnyalatot kapnak. A madár 2 oldalán az evezőtollak szintén zöld színűek lesznek.
A kacsanyakán húzódó gallér hófehér festékkel kerül felfestésre. A szemgödrökbe műanyag szemeket illesztenek. Az egész testet védőlakkal vonják be, kitámasztva a testet, hogy az alsó fele is megszáradjon. Legvégül faviasszal kenik be a modellt. Ezt egyenlőtlenül viszik fel, ezzel antik, kopottas külsőt kölcsönözve a madárnak. Mintha néhányszor már beleereszkedett volna a tavacskájába. Így készülnek hát a fakacsák. Ha megtetszett, szerezzenek be önök is egyet ezekből a csodás kanadai récékből, hogy lakásuk díszévé váljanak. A Hogyan készült folytatásában a rágógumi automaták, amiken elrágódhatunk egy kicsit. És a kipufogók, amelyeknek teljesítményét is ellenőrizzük majd, tartsanak velünk a szünet után is. Üdvözöljük Önöket újra a Hogyan készült műsorában. Ilyen adagoló gépek már egy évszázada kínálnak nekünk rágcsálnivalókat. Az első ilyen készüléket 1907-ben helyezték ki a New York-i föld alatti állomásain. Ma már az egész világon elterjedtek. Lépten nyomon láthatunk az utcán szüleiktől apró pénzt kuncsorgó gyerekeket. Egy ilyen gépezettel azonnali hatást érhetünk el. Csak bedobjuk az érmét, elforgatjuk a kart, és már meg is kaptuk az árut. Az adagológépek gyártásának kezdetén a tervező meghatározza a pontos méreteket. Ezután megolvasztott cink kerül egy kemencébe, ahol egy acéldugattyú egy sajtológépen nyomja át a fémet, így alakul ki az adagológép alapja. Egy mechanikus kar leemeli a megformált alapot a présről, és egy futószalagra helyezi, hogy lehűljön. Egy újabb prés készíti el a pénzbedobó mechanizmus karját és fogaskerekeit. Majd egy földgázégőt helyeznek az öntőminta alá, melyben az adagoló nyílását készítik el. Az öntőmintát forró, vékony alumíniummal töltik fel. A lenti láng elég melegen tartja a mintát ahhoz, hogy ne kondenzálódjon, mivel az tönkretenné a formáját. Az öntőminta még így is hűvösebb, mint az alumínium, ami így másodpercek alatt megszilárdul odabent. Egy lyuksajtológéppel megtisztítják a felesleges anyagtól a szerkezet fedelét is. Ekkor készül el a pénzbedobó szerkezet előlapja is. A számítógéppel vezérelt vágóél készíti a nyílást a gömböket befogadó tartály tetején. A tartály anyaga ütésálló műanyag. Egy másik teremben az adagológép alapját egy szövetbe vonatú csiszolókoronggal fényesítik. Ekkor rakják össze a pénzbedobó szerkezetet. Az előlappal kezdik. Erre jön az érmetartó, a hátlemez, majd az ék, amely biztosítja, hogy a mechanizmus megfelelő irányba forgatható legyen. Mindezt szorosan összecsavarozzák. Ezután az előlapra rákerül a forgatógomb is. Egy apró távtartó és egy fogantyú kerül a tengelyre, mely az előlapon keresztül a szerkezethez csatlakozik. Ezt a fogantyút is csavarral rögzítik. Itt az ideje, hogy előkerüljenek a pénzek is. Egy érmét helyeznek a nyílásba, és elforgatják a kart, hogy ellenőrizzék a szerkezet működését. Ezek a készülékek a világ számos pénznemének elfogadására beállíthatók. Természetesen másféle önkiszolgáló automatákhoz is felhasználhatók. A fedelekre ezután festékszóróval 3 mm vastag bevonatot fújnak. A festéket 204 fokon 25 percig hőkezelik. Most az összes elemet a helyére illesztik.
az adagolónyíláshoz csatornát rögzítenek, majd egy olyan elem következik, mely megakadályozza a különálló golyók kiszabadulását. A következő az adagológyűrű, melynek tetejére a nagy műanyag tartály kerül. A tartály tetejére alumínium keretet helyeznek, majd két pálcikát bújtatnak át rajtuk. Ezt a szerkezet aljára csavarozzák, majd az egész szerkezetet félreteszik. Az alapra műanyag elemeket illesztenek, és a kieresztő csúszdát is a helyére szerelik. A fedőlapot is a műanyag testhez rögzítik. Az érmebedobó mechanizmust a kiadó nyílás fölé szerelik. Ezután illesztik össze a tartályrészt és az alapot. Minden tartály tetejére fedél kerül, melyet szorosan lezárnak. Ezzel a gyártás véget ért. A készülékek az utcára kerülnek, hogy ott tegyék a dolgukat. A kipufogó rendszerek elvezetik a káros gázokat, melyek károsíthatják a motort. Emellett meg is szűrik a gázokat, mielőtt a levegőbe kerülnének. Egy megfelelően működő kipufogónak még egy feladata van. Elfojtja a motor dübörgését, így a fülünknek is kellemesebb. A fémcsövek és tartályok rendszerét általában akkor ismerjük meg, ha valami baj történik velük. Ha nincs hangtompítás, igencsak zajosan közlekedünk. A szerkezet gyártása kezdetén egy mechanikus henger rozsdamentes acélcsíkokat helyez el egy lyuksajtoló gépben, pontosan a helyére igazítva azt, hogy minél kevesebb legyen a felesleg. A prés 60 tonnányi nyomást képes kifejteni, így nyomja az acélt egy sajtológépbe. Itt alakítják ki azt a formát a megfelelő helyen lyukakkal, amely a kipufogó vázát védi. Az elkészült doblemezeket egy futószalag szállítja az ideiglenes tárolóhelyükre. Most egy hosszú acélcső kerül az automata pengék közé. Ezek horpadás nélkül vágják kisebb darabokra, melyek a dobok toldalékai lesznek. Egy körfűrész egy újabb csőből alakítja ki a kipufogó csövét. Egy forgótengely és vágóélek segítségével kijuggatják a csövek egyik végét. Ez szabályozza a levegő áramlását a rendszerben. Egy satúban a csöveket többször különböző szögekben meghajlítják. Így alakítják ki a belső, összekötő és kivezető csöveket, melyek a kipufogó rendszer egészén végigfutnak. Majd a cső egyik vége egy körprésbe kerül, ami a kívánt átmérőjűre szorítja össze a fémet. A korábban elkészült doblemezeket satúba szorítják, majd csöveket dugnak át a lyukakon. Három csőtágítót dugnak a rudakba, amelyek kiszélesednek a lemezhez préselve a csöveket. Ezután ismét összehúzódnak, így eltávolíthatók. A fedelek és a csövek már egy egységet alkotnak. Egy robotkar emeli fel a fémlapokat, melyek a dobok külső borítását adják. A lap egy ovális öntőformára kerül. Egy újabb kar számos hengerrel nyúl be, és az acéllapot a forma köré tekeri. A minta tetején a lap két szélét összeillesztik, ezzel elkészül a kipufogó dob külső burkolata. Mágnesek ragadják meg az új vázat, majd továbbítják egy fogókarnak, amely egy peremezőgépnek adja tovább. A peremező kis karimát készít a dob mindkét végére, majd egy körhintához hasonló szerkezet szállítja a meghajlított peremű hengert a töltőállomásra.
Hidraulikus tolókarok nyomják helyükre az előre elkészített oldallemezeket és csöveket. Miután a dobot megtöltötték, a robotkar egy futószalagra helyezi. Ezután egy munkás veszi kézbe a dobokat és ráhúzza egy táguló acélcsőre. A csövek előre nyomulva ráfeszítik a belső csöveket a dob oldallemezeire. Ezt követően a dobot megpörgetik és a peremeket lezárják. A forgódob két szélén a felálló éleket lehajlítják, szorosan egymáshoz kapcsolva a fedőlemezeket és az ovális palástot. Itt látható a pörgetés lassított felvételen. A feladat elvégzéséhez csak néhány fordulatra van szükség. A forgatókar ezután visszahúzódik, az elkészült kipufogó dobot pedig egy futószalagra továbbítják. Így készült tehát a kipufogó. Nem is olyan bonyolult, de hasznos. Ha tehát egy kis melegségre vágynak otthon a téli fagyok idején, ha egy gyönyörű dísztárgyal szeretnék színesebbé tenni a nappaliukat, vagy csak valami finom rágcsálnivalót keresnek, most már tudják, mi hogyan készül. Narrátor Kárpáti Levente, magyar szöveg Bertalan György, munkatársak József Aranka, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a Discovery Europe megbízásából a Digital Media Services készítette.